Jó reggelt kívánunk, Smuk Erzsébetnek köszöntjük itt nálunk a Startban. Ugye Áder János azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nincs jobboldali és baloldali klímaválság. Szükség lenne egy nemzeti minimumra a kérdéssel kapcsolatban. Mi lehetne ez az LMP, mint zöld párt szerint? Ez az egy pont, amiben most Áder Jánossal egyetértünk, hogy nincs baloldali és jobboldali klímavédelem, és hogy nemzeti minimum programra van szükség. Egyébként nagyon érdekel, hogy hogyan fog majd ehhez viszonyulni valóban a kormány többség, mert azt már tudjuk, hogy Áder János időszakonként beszél a zöld ügyekről és a klímavédelemről, de a kormány az eddig mindig lemaradt mögötte. A kormányban az utóbbi időben, a kormány többségben érezhető a rettentő zavarodottság, hogy most hogyan kezeljék ezt a kérdést. Van klímaváltozás, nincs klímaváltozás, tennünk kell valamit, nem kell tennünk valamit. Ezt az elmúlt hónapoknak a történései rettentően jól bizonyítják. Egy példát hadd hozzak. A kormánytöbbség a Fenntartható Fejlődés Bizottságban leszavazta a klímavészhelyzet határozati javaslatra benyújtott tervezetünket. Egy hétre rá az országgyűlésben viszont a kormánytöbbség megszavazta, hogy akkor tárgyaljunk az országgyűlésben. Erről kanyarodjunk vissza, bocsánat, hogy félbeszakítom, csak Áder Jánosról kérdeztem, hogy Áder János az államfőn a kormányról beszélt, tehát ha nemzeti minimumot sürget az államfő, mi lehetne az a nemzeti minimum, amiről beszél? Van-e az LMP-nek erről bármilyen fogalma? Számos teendő van a klímavédelem érdekében. Az egyik, tehát ami nagyon fontos Magyarországon, az alkalmazkodási feladatoknak a megkezdése. Tehát nyilván egyik oldalról csökkenteni kell Magyarországon is egyébként a széndioxid kibocsátást, mert az nem igaz, amit a kormány és Áder János is kommunikált, hogy mi klímabajnokok vagyunk, mert néhány éve Magyarországon is elkezdődött a széndioxid kibocsátásnak a növekedése. 2014-ig csökkent, 1990 óta, de 2014 óta növekszik. Tehát Magyarországon is foglalkozni kell a széndioxid kibocsátásnak a csökkentésével. Tehát nem igaz az, hogy klímabajnokok vagyunk. De a másik, ami nagyon súlyos kérdés Magyarországon, az alkalmazkodás kérdése. Most példaként tudom hozni a mezőgazdaságot. Éppen Áder János az egyik nyilatkozatában beszélt arról, hogy múlt év elején úgy látszott, hogy milyen szuper terményeredményeket fogunk a kukoricában elérni. Jött az asszály, 25%-ot veszítettünk, 100 milliárd forintot veszítettek a gazdák azzal, hogy az asszályos időszak bekövetkezett. Tehát az alkalmazkodási feladatokat el kell kezdenünk. Utalnék arra, hogy egyre több szó esik tudományos körökben, és az ENSZ-nek az éghajlatváltozási kormányközi bizottsága is felhívja a figyelmet, hogy például ez a nagyüzemi mezőgazdálkodás, ami Magyarországon jellemző szántóföldi gazdálkodás, ez nagyon komolyan egyrészt széndioxid kibocsátó, másrészt pedig teszi tönkre a talajt. Tehát ezen is el kell kezdeni a változtatást. Hogy gondolja, tudnának egyébként Áder Jánossal közösen gondolkodni, mert önök rendszeresen kritizálják egyébként az államfőt, de korábban talán a klímaválságról, a világon vagy a klímáról ennyi szó nem esett a korábbi köztársasági elnökök idején, de az tény, hogyha gyakorlatilag mennyiségileg mondjuk, akkor köztársasági elnök ennyit klímáról, ennyit vízfelhasználásról, ennyi a víz szerepéről nem beszélt. Tehát talán még sólyom köztársasági elnök úr sem beszélt annyit a klíma fontosságáról, vagy a klímaváltozásról, talán akkor még nem is volt ennyire prompt téma ez, mint Áder János. Igen, ez így volt, és én megmondom őszintén, mindig nagyon örültem, amikor Áder János ezekről beszélt. Csak hogy az utóbbi időszakban az érzékelhető, hogy a kormánypolitika rá is rányomódott, tehát belekerült egy ellentmondásos szituációba, hogy egyrészt beszél róla, másrésztről pedig védenie kell a mundérnak a becsületét. Tehát erre nagyon jó példa, hogy klímabajnokok vagyunk, nem igaz. Magyarország nem klímabajnok, Magyarországnak komoly teendői vannak az éghajlatváltozás terén. Megint egy példa. Múlt évszázadban Európában 0,9%-kal nőtt az átlag hőmérséklet. Magyarországon 1,2%-kal. És az sem igaz, és most megint Áder Jánosra utalok. Azt mondta, hogy a klímavészhelyzet az, ami Ausztráliában történik. Ugye egy magyarországi terület bozót éget le.
Gondoljunk csak arra, hogy nem akkor kell elkezdeni cselekedni, amikor már ég a ház, hanem akkor kell elkezdeni cselekedni, akkor már van klímavészhelyzet, amikor tudjuk azt, hogyha nem cselekszünk, akkor égni igen, fog. Az ő például összehangolják ezt a munkát, hiszen Ausztráliának egyetlen szárazföldi szomszédja nincs, és egy kontinensnyi ország, miközben Magyarországnak, ennek a viszonylag pici országnak 7. Tehát a klímaváltozás az nem áll meg mondjuk a Komáromi hídon. Tehát sehol nem áll meg. Tehát ez nyilván egy globális kérdés. Tehát globális szinten kell cselekedni, és tehát az érzékeny országoknak is segíteni kell, de közösen kell. És egy kis ország sem mondhatja azt, hogy én picike vagyok, és pici dologgal járulok csak hozzá, tehát most széndioxid kibocsátás területén értem. A nagyon sok kicsi sokra megy. És a világban egyébként egyre több ország fél attól, azoktól a radikális következményektől, klímakatasztrófáktól, amit most már jó néhány országban megtapasztaltunk. A saját egyezményeket sem tartják be, a párizsi egyezmény, hogy nem nagyon sikerült. Tehát elég elkeserítőek egyébként az eredmények. Na, körülbelül egy percünk van. Benyújtanak népszavazási kezdeményezést, vagy azt kezdeményeznek, hogy a tegnap bejelentette az LMP, teljesen felszámolnák itthon az atomenergiát. Mikor nyújtják be, és mi lesz a kérdés? A kérdés arra vonatkozik, illetve hogy 2037 után ne lehessen új atomerőművet működtetni, ugyanis 2037-ig szól a Paksi 1-4 blokk, tehát elvileg akkor kell bezárni. Itt nem arról szól a dolog, hogy most egyik napról a másikra be akarjuk zárni, itt arról szól a dolog, hogy ki kell vezetni, évek során ki kell vezetni. Ma már látjuk a világban, hogy az atomenergia rettentően drága, és a megoldás... A szakértők azt mondják, hogy borzasztó olcsó és borzasztó környezetbarát. No, egyik sem igaz, nem olcsó az atomenergia, semmi más nem kellene csak tenni, Magyarországon össze kellene adni azokat a költségeket, amiben Paks 2 kerül. A létesítés költsége, a hulladék elhelyezés... De az azért kerül ennyiben, mert kötött a kormány az ellenzék szerint egy rossz szerződést az oroszokkal, vagy azért kerül ennyiben, mert atomenergia? Mert a világon folyamatosan építenek reaktorokat, Csehországban, Finnországban, és sorolhatnék még legalább 3-4 országot. Mind a kettő miatt. Tehát egyrészt a kormány nagyon rossz szerződést kötött, de másképpen is az atomenergia drága, azért drága, mert nem illetve azért látszik olcsónak, mert nem számolnak be minden költséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt nálunk, és elmondta mindezt nekünk. Mi pedig...